a férfiak szexualitásáról fogunk beszélgetni, de most megbeszéltük azt is, hogy ez dupla szám. A férfi működésnek nagyon fontos ö, mozgatója a kielégülésnek a megtörténése? Tehát ez az, ami miatt nekik ez nagyon fontos? Hát ugye, hogy mondtuk, hogy szexorientáltak, hogy ugye ők szeretnek szexelni, vagy szexuális életet élni. És főképpen, hogyha mondjuk részletekben menően ki akarnánk emelni valamit az intimitásból, akkor a maga a szexuális aktus nekik az igazából a, a, a toppon levő valami, ahol ő boldogan éli meg a kielégülését és a szerelmi életnek a beteljesülését. De ugye azt mondhatjuk, hogy, hogy könnyű velük dolgozni, hogy az előbb már említettem, mert mindent megtesznek, hogyha azt mondjuk, hogy a csilláron egyik lábával lógjon, és a két kezével karikákat mozgasson, és közben furulján fújja el a, mit tudom én, János Vitéznek az egyik szép dallamát, akkor az is megteszi. Tehát, hogy, hogy motivált, akar változtatni, akarja, hogy jobb legyen az élete. Ha mondom neki, hogy nehéz feladatok előtt is állunk, azt mondta, hogy mindent vállal. Tehát nagyon motiváltak a fiúk, és az is el kell, hogy mondjam, hogy a férfiaknál a, az eredményesség, ha százalékosan akarjuk meghatározni, az minimum 85 százalék. Ennél jobb hírrel a drága uraknak nem is tudunk szolgálni. Igen, igen. 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 Tehát akkor, un, akkor a mai adásunkat különösképpen ajánljuk a férfiaknak, ugye? Igen, hogy igen. Hallgassanak minket, mert 85% esély van arra, hát hogy jó, a dolgok... Igen, igen szóval valami, valami hihetetlen. Uh -huh. Szóval egyszerűen benne van az ő elszánt akarásában az is, hogy, hogy minden kívánságot teljesít aztán nem biztos, hogy megteszi, de minden kívánságot teljesít. Tehát úgy indul neki, uh -huh. hogy minden kívánságot teljesít. De az elképzelhető, hogy mondjuk, a ha te terápiásan együttműködsz egy férfival, mondjuk ugye mondtad az előbb, hogy ez életkor is számít, akkor mondjuk esetlegesen valamilyen módon a viagrát te beleted a, a működésbe? Nem. Nem. Ismét itt vagyunk állandó partneremmel, dr. Úszedi szexuálterapeutával. Ez a Szex és Minden Más, a podcast ugye a szexuális intimitásról és az ember helyéről a világban. És most már minden podcast elején elmondom, hogy elérhetőek vagyunk a Spotify-on, a Apple podcaston, a Deezeren, a Soundcloud-on is, audio formában is hallgathatok, hallgathatnak minket. Izgalmas témához érkeztünk. Ugye az első évad, és tulajdonképpen a második évadnak is az elején még Valójában csak karcoltunk olyan témákat, amelyek már valóban a szexualitásnak a nagyon intim, akár fiziológiai, akár biológiai funkcióival foglalkoznak. De hát pont azt beszéltük az előző adás elején, amikor még kamerán kívül beszélgettünk, hogy hogy nagyon fontos volt az, hogy az első évadban azért lerakjuk az alapokat, hogy egy kicsit foglalkozunk az emberi pszichével is, tehát ne rögtön dúl bele az ágyba, hanem egy picit határoljuk be azt, hogy mik azok az attribútumok, amik mentén az emberi pszichénk működik, mennyiben különböző ez a férfiaknál, a nőknél, és aztán ezeket beszélgettük ugye át, és a, a mai témánk az viszont egyértelműen már és kizárólag csak a szexualitás vonatkozásában értelmezhető, a férfiak szexualitásáról fogunk beszélgetni, de most megbeszéltük azt is, hogy ez dupla szám. Tehát, hogy ez a témát annyira, azt mondhatod, hogy annyira sokoldalú és annyira sokrétű ez a téma, hogy nem lehet egy ö, adásba, ugye olyan durván, olyan 45-50 perc egy podcast adásunk belerakni, úgyhogy ebből valószínűleg egy dupla szám lesz. Ö, a férfiúi ö, ö, szexuális zavarokról, működésről ö, beszélgetünk. Egy picit az elején, de ezt már csak emlékeztető, mert ugye ezt már azért beszéltük, még egyszer mondjuk el azt a hallgatóknak, hogy mi az, ami alapvetően megkülönbözteti a férfiak szexuális működését a nők szexuális működéséről is, és elsősorban a, a, mindig kielégülő férfiről beszélek, ugye, mert ezt mindig mondtad az, hogy péniszorientáltak, és a férfi nem tud nem kielégülni. Tehát ezt, hogyha még egyszer egy picit csak felütésként összefoglalnánk, azt megköszönöm. Hát igen, meg ugye az, amit többször elmondtunk már bármilyen témakör kapcsán, hogy a nő ugye sokszínű, nem normális néha, a férfi pedig azért elég egyszerű személyiség. Most ezt jó és negatív értelemben is mondjuk, tehát célirányos a szexben is, tehát ő megcsinál sok mindent a nő kedvéért, de igazából neki a non plus ultra az a szexuális aktus, ahol kielégül, és ahol ejakulál. Tehát ő arra hajt. De sok mindent megtesz a nőnek azért, hogy a nő érzelmileg, lelkileg, érzelmileg és, és szerelmi téren megkapja azt, amire ő vágyik. Na most a fiúkat nem bántjuk, sose bántjuk a fiúkat. Mert hogy nem csak azért, mert ha minket szeretnek, akkor azért lehozzák nekünk a Gellért-hegyet is az alagútba, hanem azért is, mert könnyű velük dolgozni. Tehát motiváltak a, a probléma megoldására. Ez a motiváció az elsősorban abból ered, hogy, hogy a férfi működésnek nagyon fontos mozgatója a kielégülésnek a, 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 a megtört megtörténése? Tehát ez az, ami miatt nekik ez nagyon fontos? Hát ugye, hogy mondtuk, hogy szexorientáltak, hogy ugye ők szeretnek szexelni, vagy szexuális életet élni, és főképpen, hogyha mondjuk részletekben menően ki akarnánk emelni valamit az intimitásból, akkor a maga a szexuális aktus nekik az igazából a a, a toppon levő valami, ahol ő boldogan éli meg a kielégülését és a szerelmi életnek a beteljesülését. De ugye azt mondhatjuk, hogy, hogy könnyű velük dolgozni, hogy az előbb már említettem, mert mindent megtesznek, hogyha azt mondjuk, hogy a csilláron egyik lábával lógjon, és a két kezével karikákat mozgasson, és közben, furuján fújja el a, mit tudom én, János Vitéznek az egyik szép dallamát, akkor az is megteszi. Tehát, hogy, hogy motivált, akar változtatni, akarja, hogy jobb legyen az élete. Ha mondom neki, hogy nehéz feladatok előtt is állunk, azt mondta, hogy mindent vállal. Tehát nagyon motiváltak a fiúk, és az is el kell, hogy mondjam, hogy a férfiaknál a, az eredményesség, ha százalékosan akarjuk meghatározni, az minimum 85 százalék. Hát ennél jobb hírrel a drága uraknak nem is tudunk szolgálni. <gül> igen, <gül> igen, igen. igen. Tehát Akkor a mai adásunkat jó. különösképpen ajánljuk a férfiaknak, ugye? Igen, hogy igen. Hallgassanak minket, mert 85 százalék esély van arra, hát, hogy jól, a dolgok... Igen, igen szóval valami, így, valami hihetetlen. Uh -huh. Szóval egyszerűen benne van az ő Elszánt akarásában az is, hogy hogy minden kívánságot teljesít. Aztán nem biztos, hogy megteszi, de minden kívánságot teljesít. Tehát úgy indul neki, uh -huh. hogy minden kívánságot teljesít. Ugye vegyük egy kicsit sorba, hogy milyen zavarokkal keresik fel az embert a fiúk, ha valami szexuális probléma van. Kezdjük azzal, ami talán nagyon fontos, és ez a nőknek is problémaként ott van, a libido hiány. Tehát az azt jelenti, hogy nincs vágyakozása a férfiban. Tehát lehet, hogy érzelmileg igen, tehát tetszetős a csaj, a feleség, vagy kívánatos, de valahogy nem működik, mint férfi. Tehát nem olyan, hogy gyere ide az anyád, jó minden itt, mert innen aztán szüzen nem fogsz elmenni, hanem valahogyan az lecsökken. Tehát nincs meg a libido, ami föl tudná szítani az ő szexuális aktivitását. Ugye ennek különböző okai lehetnek, ez a szexuális anamnézis felvételekor kiderül, de azért nagyon sok esetben azzal kerülünk szembe, hogy a nő hárít, vagy a nő aktív. Tehát ugye két véglet. Vagy nem akarom, vagy túlságosan, vagy túlságosan is. akarom. Tehát ugye elveszi a fiúktól azt a bizonyos csak fiúknak megengedett hódítási manővert, amit én nem szoktam engedni a, a, a lányoknak, hogy kezdeményezzenek. Mert ugye pont azt, tehát ugye megint el tudom azt mondani, amit már talán említettünk, a Mátyás király és a bíró igazmondó lánya. Tehát ez a kicsit ez a hezitálás, hogy, hogy, hogy ott van a helyzet, beindul valami, és akkor a, a férfi már ott van, mondjuk, 92%-os vágyjal. De azt mondja az okos nőstény, a nőstény most teljesen pozitív előjelen mondom, hogy hát még egy kicsit dekerjünk még, még ezen a kicsit, játékban. Hogy jaj, nem is mondtam neked, hogy bejártam a belvárosba, és vettem egy nagyon finom pesgőt. Tudom, hogy a pesgőt mennyire szeretnék, és kimegyek és behozom. Tehát érted, hogy kicsit még váratni, kicsit még beletenni valamit, tehát hogyha ez átfordul, és a nő kezd valahogyan nagyon nyomulni, nyomulni uh -huh. és aktivizálni magát, akkor megcsinálja a férfi, mert persze, hogy fontos neki, hogy működjön, de nem ugyanaz a kisülése, hanem picikét lájtosabbra sikerül a dolog. Ha meghárít a nő, akkor meg ugye egy ideig a férfi próbálkozik, és aztán azt tapasztaljuk a történet átbeszélése során, hogy hogy egyszerűbb Marok Mária, vagy egyszerűbb a, a, az interneten megtalálni valami pornóoldalt, oldalt. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy nem, tehát megpróbálja 50-szer, és az 51 nél már lecsökken a libidója. Uh -huh. Tehát akkor már az istennő, aki eddig olyan volt, hogy bármikor felkeltette az ő vágyait, az valahogyan már nem funkcionál. Uh -huh. És idő, egy idő után ebből kialakulhat, egy aszexualistás is, mert nem nem törődik velem érdekli. Na jó, tehát a libido, Tehát libidó, aztán majd részlete, Libido, A libido, libido, igen, igen. igen. Akkor van a, a, talán a korai magömlés az elég gyakori. Ugye, uh -huh. hogy a, a férfinak a merev állapota nem addig tart, ameddig akarja, hanem vagy még mielőtt bekerül a hüvelybe, már elmegy a magömlés. Uh -huh vagy picit van bent, és már ugye megszűnik a merevedés azzal, hogy ejakulál, uh -huh. vagy pedig a nőhöz viszonyítva, tehát, hogy a nőnek mennyi igénye van arra, hogy megtörténjen a, a nőnek is az orgazmus élménye, azt nem tudja a péniszt bent tartani addig a hüvelyben, amíg ez a nőnél előfordul. Uh -huh. Tehát ez a korai magömlés. Uh -huh. Ez egy nagyon jó olyan helyzet, amit pikpak meg lehet oldani. Csak ugye itt mondjam azt, hogy mi lehet az oka? Ö, még vegyük még, még, így, még vegyük a de a libidókoraimogonés, okay. igen, és igenis, aztán utána igen, majd... akkor jön a merevedési probléma. Mm -hmm. az vagy, vagy az impotencia? történik... Hát Tulajdonképpen mindegyik egy kicsit impotencia, de, de mm. semmi sem igazából impotencia. Okay. Mm -hmm. Mert ugye, ha Igazából impotenciát mondunk, az azt jelenti, hogy se libido, se merevedés, uh -huh. se kielégülés, uh -huh. se ejakuláció. Tehát akkor ugye az van, hogy vagy nem indul el a merevedés, uh -huh. tehát stimulálni kell, vagy elindul a merevedés, de nem tudja megtartani, vagy fenntartani. És ugye állandóan azzal küzdik, hogy valahogy ki tudja iktatni a zavaró momentumokat. Tehát itt a merevedési dolog, hogy, hogy nem tudja irányítani, befolyásolni mm. és működtetni. Akkor van az ejakuláció retarda. Na, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy, a, hogy megy szépen a szexuális együttlét, megvan a libidó, megvan a merevedés, megvan az időintervallum, csak nem tud a férfi ejakulálni. Aha. Tehát ezt hívjuk ejakuláció retardának. Ugye ezt a csajok szeretik, mert hogyha hosszút, hosszú Igen. hosszú ideig szereti a szerelmeskedést a partnerével, akkor ez jó, de hát a fiúnak meg rossz. Uh -huh. Mert hát ő is úgy akarja, hogy egy nagyon finom, intim együttlétben történjen meg az, hogy uh -huh. megtörténik a, az orgazmus mellett. Orgazmus lehet, de ejakuláció nincsen. Tehát a sperma nem tud kikerülni, uh -huh. És sokszor ugye befolyásolhatja a babavállalást az, hogy az, az ejakulációt nem tudja a. Hát a persze hüvelyben. a nem tud eljutni. Igen, a... más módon kell bevinni. Akkor van a. a... Mondhatjuk úgy, hogy Casanova szindróma. Uh -huh. Ez a nő faló ez a. ez a Cassanova hát Szexfüggés. A Kasanova... szexfüggés hát kicsit az is, de ugye azért nem szexfüggés, mert Kaszanovának, az a híres film, ugye a Fellini filmje, Donald Sutherland volt a főszereplő, ugye a Kaszanova szindrómának a lényege az, hogy nem, nem, tud hűséges lenni, a hódítás mozgatja, boldoggá akarja tenni a csajt, nagyon szuper jelenet benne, amikor az öreg hercegnőt Párizsba ott boldogát teszi, úgy, hogy a, a komornáját mozgatja, hogy a popsiját mozgassa, hogy be tudjon indulni, hogy a hercegnőt boldogát tegye, de nem tud hűséges lenni. De szereti a nőt. Tehát tiszteli és szereti a nőt. boldoggal akarja tenni, és ezért mindent megtesz. Volt ilyen partiba keféltek ott valami, elegáns, uh -huh. ilyen arisztokratikus. Ez egy ilyen házban. kötődési probléma is, ez a kaszanoda szindróm, vagy nem? Nem tud kötődni. Illetve kötődik egy darabig, hát vannak ilyen pacienseim, kötődni tud egy darabig, de amikor már úgy jól lakott, tehát már nincs benne ez a hódítás lehetősége, akkor más irányba mindul, próbál aha. nézni, és akkor megpróbálja, valahogyan a jelenlegi kapcsolatát lazára venni, kispadra tenni, és akkor megy a hódítás irányába. Csúcsa film, azt mindenkinek, kicsit poros már, de nagyon jó, és ezt a kaszanóvát, amit felé rendezett, akkor van a Don Juan-szindróma, ugye, Mozartnak a híres operája, a Don juan, Don juan meg a Don Giovanni, mind a kettőben szerepel a főszereplő, ő pedig használja a nőt tárgyként, tehát nem becsüli, nem tiszteli. Ágyjasítja is. Tárgyasítja, igen. Uh -huh. Ez a nehéz, ugye? Mert mert nem jelent neki a nő semmit, csak egy vaginát. Uh -huh. Meg uh -huh. az, hogy győzedelmes. Ez érdekes is, egyébként, is. egyébként, hogy ahogy most sorolod föl ezeket a ö, nem normális működéseket. Ö, mind a Cassanova szindróma, mind a Don Juan szindróma azért két klasszikusból ered. Há, Tehát ne? nem a szakirodalom, ból ered, hanem gyakorlatilag a, az irodalomból. Hát Mikor a középkorba ért Casanova. Ugye láttuk Velencébe ott a, a börtönét, amiben igen. ugye ott töltötte az utolsó éle, életszakaszát, de hát nagyszerű a film, úgyhogy csúcs. És hát ugye a Don Juan-t megtudjuk a Mozart operából. Igen. Tehát ezek vannak, akkor van olyasmi, hogy, hogy függőség, uh -huh. Tehát vagy úgy kell elképzelni, amiről már beszéltünk az előzőekben, hogy pornófüggő, uh -huh. tehát a pornóban éli meg, a, amiről szintén beszéltünk már, a tét nélküliséget. Tehát, hogy nem uh -huh. kell neki produkálnia, nem kell neki teljesítenie, de valahogyan bármikor hozzányúlhat, és feszült, nincs nincs feszültségoldásként. Uh -huh. alkalmazza meg az, hogy az úgy csinálja, hogy akarja. Uh -huh akkor van, van ugye a, a prostituált függőség, uh -huh. tehát, hogy eljár idegen csajokhoz, aki szépen ugye megcsinálja neki azt a dolgot, amire igénye van, és akkor van a, a popsi függőség, ugye az, az, is ott van, hogy... Ez az a nászex, ami az a, a nászex, a nászex szépen, igen. Aha. Ami, az hát sok férfinál ez ott van. Csak ugye azért van ott többnyire, egyrészt mert, hogy tiltott zóna, uh -huh. másrészt pedig azért, hát most hasonlítsuk össze, hogy egy, egy beindult vagina, az mennyivel puhább, és mennyivel könnyen bejárható, mint egy popsi, uh -huh. mint egy végbél valami, uh -huh. és akkor ott van még a a, a csalfa férfi Akire ugye te is utaltál, hogy hogy, a, hogy nem hűséges, tehát, hogy állandóan kell neki újabb és újabb kaland ahhoz, hogy jól érezze magát. Tehát valahogyan ez a bizonyos önző, csak a, a csajoknak a, a megszerzése és a meghódítása, és a megkettyintése a lényeg. Tehát aki, hát ez aki egy nem ilyen tud. hódítási szindróma, ugye, ez egy ilyen, ilyen, ilyen Skalp, gyűjtés Hát igen. Uh -huh. Ugye mondják sokszor, sokszor a fiúk, hogy ők poligámok. Uh -huh. Pedig, ugye azt tudjuk, legalábbis én tudom, vagy én úgy látom a világot, hogy egy igazán normális férfi az monogám. Uh -huh. Tehát, hogy nem megy bele különböző uh -huh. helyzetekbe. Igen, erről, erről volt, az egyik podcastunkban erről beszéltünk is, amikor az igazi férfi, igazi, az ideális igen, férfi, és igen, akkor igen. ugye ezt el is mondtad, hogy hogy, hogy egy, 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 egy férfinak itt egy esze állában nincsen egyébként elválni, vagy elköltözni, vagy külön utakat. Tehát, hogyha működik a kapcsolat amiben benne sok, van. Sok fiú, főleg a, inkább a fiatalabb korosztály, tehát ilyen 30 év körüliek, mondják azt, hogy nekik ehhez joguk van. Mert ők uh -huh. úgy vannak megtervezve, hogy, hogy szeretőt tarthatnak, vagy, vagy gruppen sex, vagy bármi, vagy akármi, Közben pedig ugye nem biztos, hogy ez igaz, mert a természetfilmeket, hogyha az ember nézi, akkor azért pontosan fordítva van. Ugye pontosan az van, hogy a, mondjuk a nőstény oroszlámos az jutott eszembe, hogy ő, vagy a bálnák, hogy a több kannal párosodnak azért, hogy a legtökéletesebb utódot tudják megszülni, illetve hogy megvédjék a... Tehát, hogy egy kicsit olyan fura a világ, tehát nem biztos, hogy ez így van, hogy a fiúk gondolják, de hát nekik ez az ideológiájuk. És hát ugye ezek a dolgok vannak, amelyek nagyon-nagyon erőteljes függőséget tudnak okozni, és ebből nagyon-nagyon nehéz le leszedni a pasit. De most az érdekel engem, hogy most körülbelül felsoroltuk ezt a tíz kategóriát, amit nyilván most mondtuk, hogy dupla szám lesz, nem fogunk tudni egy adásban ennyi mindent átbeszélni. Ezek a diszfunkcionális dolgok a férfiak esetében, Szinte mind lelki eredetűek, vagy érzelmi, vagy lelki eredetűek, tehát, tehát a pszichén keresztül a közelítendők meg, vagy, vagy egyszerűen vannak ö, ö, fiziológiai, biológiai okai. Most ugye az a szabály a fiúknál, hogyha valami szexuális probléma van, mondjuk a felsoroltak, vagy azok uh -huh. közül valami, akkor az első kérdése az embernek, hogyha megbeszéli az időpontot, hogy urológus látta-e? Uh -huh. Okay. És akkor az urológus látta, és nem talált organikus problémát. De mondjuk te is, ha fölteszel egy-két kérdést, hogy van-e reggeli merevedés, történik-e ejakuláció bármilyen módon, akkor már az neked egy irányt mutat arra, hogy organikus ok nem lehet. Uh -huh. Mert ha organikus ok van, ugye ez többnyire a keringés, vagy vagy pszichés, vagy pszichiátriai kórkép következtében kialakuló szexuális zavar, akkor az időnként nem történik meg, hogy azért időnként jól működöm, időnként nem működöm igen. jól. Uh -huh. De mondjuk ezt azért szoktuk kérni a fiúktól. De el is szokták mondani, hogy urológus látott, és mondta, hogy nincs semmi gond, de az urológus esetleg felajánl neki valami pirulát, amit veled megbeszéli, hogy szedje, vagy ne szedje. Én nem szoktam erre rábólintani, hogy szedje. Tehát uh -huh. én nem engedem, illetve engedem, de akkor nem jár hozzám. Mert uh -huh. akkor vagy én velem csinálja a terápiát, vagy, vagy a pedig bekapkodja a kék, sárga, narancs, vagy, vagy a kamagrát, vagy valami, uh -huh. valamelyik ilyen. Mert ezek segítenek, csak ugye behatárolódik egy, egy, egy kicsit felelőtlenség, mert, Ugye helyzet van, csinálni kéne valamit, akkor kimegyek a fülössze, bekapom és működöm. Mert Igen. annak az a, az a szerepe. Igen. Hogy a merevedést ugye elősegítse és működőképessé tegye. Tehát ezek, akik hozzám járnak, vagy szakemberhez járnak, náluk ez pszichés. Azért mondjuk, hogy pszichés, mert nem organikus. Tehát nem azért, mert ugye, <laughs> amikor azt mondom, hogy ez pszichés probléma, uh -huh. akkor a fiú azt mondja, hogy hogy hát igen, lehet, hogy van egy kis depresszióm. Nem erre gondoltam, csak ez a kifejezés arra vonatkozólag, hogy nem szervi oka, és ez a jó hír. Mert ezen tudunk okay. változtatni. tehát akkor tulajdonképpen akkor te a terapeuta szempontjából a, az első szűrő az, hogy megnézni, hogy organikusan a férfi rendben van-e, és amikor ezek rendben vannak, akkor te rá tudsz kapcsolódni már szexuálterapeutaként, még hadd vessek közbe csak arra, amit az előbb mondtam, mert szerintem ez a hallgatóinknak, nézőinknek egy nagyon fontos információ a te munkásságoddal kapcsolatosan, hogy ugye, ha jól tudom, akkor a Pfizernek, amikor ugye a Viagra piacra került, akkor éveken keresztül a Pfizernek te ö, egy közvetlen tanácsadó szexuál volt, voltál. volt, igen, voltál, igen. most ezt azért tartom, nagyon fontosnak elmondani, hogy a dr. itt volt az Magyarországon, aki amikor a Viagra piacra került, a Pfizer téged kért, kért fel arra, hogy őket reprezentált ezen a téren. De sose kértek tőlem, Maximális tiszteletem utólag is. Sose kértek engem arra, pedig azért elvittek Londonba, és nagyon-nagyon tisztelettudóan támogattak, hogyha előadást tartottam bárhol. Sose kérték tőlem, hogy Edith légy szíves. Szólj egy-két szót a Viagráról. Uh -huh. uh -huh. De elmondom a paciensnek, hogyha nagyon édesek voltak a pfizer ék úgyhogy nagyon szerettem őket, és nagyon jóban voltunk. Úgyhogy ők előadásra kértek föl, hogy beszéljek, hogy mennyire fontos a uh -huh. szexuális élet a párkapcsolatban, és ezért maximális tiszteletet megkaptam. Most is van úgy, hogy ha, amikor elmondom a fiúnak, ugye nekem mindenki fiú, a 79 éves pasi uh -huh. is fiú, uh -huh. hogy minek nézelébe, hogy lesznek nehéz feladatok. De, hogyha úgy gondolja, hogy ez egy hosszabb irányú terápiás folyamat, és ehhez nincs affinitása, akkor próbálja meg a pirulákat. Doktornő, már próbáltam, köszönöm, ezt választom. Aha! Aha. Na, hát ezért, vagy... ezért, vetettem én be ezt a vájagrás dolgot, mert én ugye erre emlékeztem, és te erről beszéltél nekem, hogy, hogy te ezt csináltad, és ugye nekem volt tapasztalatom ezzel kapcsolatosan, tehát az én egyik partnerem, aki egy nálam jóval idősebb partner volt, és egy, egyébként egy, azt kell mondjam, hogy egy, egy sok mindent meg tudtam élni, amit szerintem egy egészséges, szexuális érdeklődésű ember meg tud élni, de, de voltak elakadások, és ő, hát ő fenn lett aztán a végén, és, és érdekes volt csak, hogyha most ugye az, hogy most én beszélgetek ugye erről a témáról, hogy nézni azt, hogy ez egyébként milyen módon segíti mondjuk az együttlétet, de meggyőződésem az, hogy azon kívül, hogy a pénisz merevedéséhez hozzájárult azokat az érzelmi és azokat a pszichés háttérben zajló folyamatokat nem tudja befolyásolni. Az tény és való, hogy egy férfinek, akinek vannak ilyen jellegű problémái, adhat egy olyan sikerélményt, amin keresztül. Jö, meg egy bizonyos életkorban ez természetes, Igen. ugye a keringés, hát a barlangos Igen. test nem telik meg vére, akkor hiába csinál akármit, akkor nem fog felállni a péniszet. Tehát egy bizonyos életkorban ez mm. majdnem úgy kötelező érvényű, mm -hmm. hogyha mm -hmm. akar szexuális életet élni. Egyetlen egy negatív dolog van életkortól függetlenül, hogyha ezt valaki rendszeresen szedi. Hát ugye egyrészt van egy placebo hatása, hogy uh -huh. tudom, hogy bevettem. Ugye hát a, a, a viagrát azt úgy is reklámozták, hogy a gyémánt keménységével, úgyhogy hogy úgy áll a pénisz. Egyetlen egy negatív, ezt mondtam annak idején a, a kollega úrnak, aki engem behívott a, a, a Pfizerhoz, hogy, hogy egy idő után csök, az ejakuláció lehetőségét. Uh -huh. Uh -huh. Tehát befolyásolhatja. De mondom, én nem azt mondom, hogy ne szedjen, meg ne tudjam, hogy szedi, csak azt mondom, hogy vagy engem választ, de ha engem választ, akkor addig nem szedhet Gyógyszert. Uh -huh. De, De ha az gyógyszert elképz... választ, akkor gyógyszert választja. De az elképzelhető, hogy mondjuk, a te terápiásan együttműködsz egy férfival, mondjuk ugye mondtad az előbb, hogy az életkor is számít, akkor mondjuk esetlegesen valamilyen módon a viagrát te a, a működésbe? Nem. Nem. Uh -huh. Nem, mert ugye az az organikus témában játszik szerepet, ahogy mondtam az előbb, keringés, uh -huh. pszichiátriai probléma, depresszió például, okay. ugye, hogy nem tudja egyszerűen a boldog pillanatokat megélni. Én nem ajánlom, hogyha elmegy egy olyan urológushoz, akit én elfogadok, uh -huh. és ő azt mondja, hogy most ebben az esetben ez a legjobb, én elfogadom, tehát uh -huh. én nem, nem agresszívan kitépem a kezéből a gyógyszert, és kidobom a kukába, hanem azt mondom, hogy amit választ, abban segítünk. Oké. Okay. Na most akkor visszatérve a, a tehát akkor meg az alapokból akkor kiindultunk, ugye abból, hogy urológus férfiaknak ez az első lépés, ha nincs organikus elváltozási probléma, jön a, 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 a terápia, vagy hát a szexszületéssel pártával való együtt munka, és akkor mondjuk, most ebből a tízből válasszuk ki, én akkor mondom, hogy mikre gondoltam. Jó, okay. hogy a mai az első ja. részben, és akkor a második részben, majd a következő ja. alkalma a többit. A libidó kérdés az, az szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, és én ezt mindenképpen ezzel kezdeném, mert hogy Beszélgetünk ugye arról, hogy a férfiaknak a működése az az, az az milyen volt az ókorban, meg milyen volt a középkorban, meg hogy igazából egyszerű lelkek és a pénisz működik, az ejakuláció végigviszi a dolgát, tulajdonképpen a férfi nem tud nem kielégülni. A libido téma az, az, az viszont azért gondolom, hogy egy érdekes dolog, mert a mai felgyorsult társadalomban inger, mennyiségben, amiben élünk, social média, ezer millió dolog, öt munkahely egyszerre, stb. Nem tudom, hogy ezek mennyire befolyásolják mondjuk azt, hogy valakinek a szexuális vágya egy ilyen napi 16 órás meló után az hova, hova, hova kerül. Tehát, hogy mennyire Ö, ez ö, egy édes mondat volt, mert ezt sokszor hallom a paciensektől. Azért, hogy, azért, hogy, is, mondom, azért is mondom. Hogy nagyon túl vagyunk terhelve, rengeteget dolgozunk, Igen. meg másik másodállás, meg harmadállás, meg negyedállás. Nem hiszek ebben. Oké. Okay. A, a szex az fölfrissít, mm. Tehát ez fiatalít már, mint gondolkodásban, érzésekben, bármiben. Tehát én ebben nem hiszek. Ami inkább befolyásoló lehet, az a, az a túlságosan... Hogy szokták ezt mondani, hogy sok ilyen számítógép meg... Tehát. Hát ez a komputerfüggőség, tehát hogy állandóan, állandóan hát ez, lógnak hogy ör, a... örökké valami, valami ugye élmény kell, uh -huh. és ez az egyszerűbb, egyszerűbb megtalálni. Tehát, uh -huh. Meg hát ugye, amiről szintén már történt említés, a Mama Hotel. Most is, most is olvastam a, a Facebookon, hogy valamelyik színész 40 nem tudom hány éves és anyukájával él. És nem, hajla, nem hajlandó. Mert jó, ugye Ronaldóról is beszéltünk, hogy egy bűbájos focista, és hogy megható, hogy az édesanyjáról beszél. Tehát ő nem él együtt az anyucival, nem, hanem ő, neki Giódinával van barátnője. És elég jó a szexuális életük, <laughs> hogy így érted, hogy ez is lehet a férfiakban lustaság. Ugye, amit sokszor elmondunk, és mindenki tudja, hogy mindent elvettünk mi nők a férfiaktól, ezt is elvesszük. Tehát valahogyan nem engedjük, hogy az előbb ugye erre utaltunk a hódításnál, nem engedjük azt, hogy a férfi elinduljon felénk, és elkezdjen valamiféle kommunikációban a közelünkbe kerülni. Tehát, hogy a, a csaj, ha egy férfi így megmozdul, akkor a csaj már ott van a ölébe, majdnem. Most egy kicsit eltúlozva mondom. De valahogyan ez az összekutyulódott nemi szerepek... Túlságosan megkönnyítjük nekik a dolgokat? Túlságosan, igen. Tehát mi könnyítjük meg a hogy, és akkor mi történik? Jó, dugunk egyet, és mi lesz? Na, de abban a pillanatban a saját önértékelése a nőnek is lecsúszik, mélyre, és a férfi is azt mondja, jó, hát dugtunk egyet, és akkor mi van? Tehát ez a megint a Mátyás király tudom mondani. Tehát ez a kicsit-kicsit várakoztatás, vagy a kicsit-kicsit ugye távolodás attól, hogy valami testiség megtörténjen. Meg hogy ne legyen valami annyira egyértelműen elérhető, ugye? Erről beszél. És ez mind a libidóra negatív hatással van? Abszolút, Aha. igen. abszolút. Aha. Először tetszik. Aha. Ugye? Tehát el is szokták mondani a fiúk, a fiúktól, hogy mindenkorosztály, hogy a feleségem nem szokott kedveményezni. Mondom, amíg ide járnak, nem is fog. Ez nem a nőnek a feladata. Uh -huh. A nőnek az a feladata, hogy, amiről már szintén beszéltünk, hogy ügyesen, finoman, szépen, pasztel színnel kínáljon föl valamit, amit majd, hát, mint tudom, a népmesékbe vagy a mesékbe. Majd, hogyha a próbatételt a királyfi megcsinálja, akkor megkapja a királynak a kezét. Uh -huh. Tehát ezt valahogyan nem vagyunk annyira, most, hogy a nőkről beszélek, nem vagyunk annyira tisztában a, a hat hatásunkkal. Vagy uh -huh. a, vagy a, vagy a lehetőségeinkkel, azt hiszem. a, le, a lehetőségeinkkel. Lehetőségeink Tehát, hogy, hogy, hogy azt gondolja sokszor a nő, hogy inkább kompromisszumot kötök. Uh -huh. Tehát ahelyett, hogy, hogy tényleg egy palotába ébrednék a szépséges királyfi vagy lovag mellett, ahelyett inkább megelégszem a a, a Chatterley szeretőjét oda, uh -huh. az Istáló fiúval. Igen. Tehát, hogy valahogyan nem, nem tudja, ugye beszéltünk a nők sokszínűségéről, nem tudja valahogy a nő ezt a. Ezt a, ezt, ezt a hát ez ezerszám bejátszani, amit. De, de, de valamiféle nőc is attitűdöt megvalósítani. Hanem vagy belemegyek idő előtt, vagy úgy viselkedem, hogy a fiúnak ne legyen kétsége a felől, hogy ki fogom pipálni ezt a csajt, mm -hmm. megszereztem. Mm -hmm. Tehát azt mondod, hogy azzal, hogy a nő talán túl egyértelmű helyzeteket teremt a férfiak számára, és eltűnik az a fajta, az a, az a, az a magic, nem tudok erre jót szót mondani, a ja, varázslat, hogy ez a titokzatosság valami, hogy a sejtetés, ugye, hogy azt még nem biztos, hogy valami, hogy ez mind-mind a férfiak libidóját tolja lefele. Igen, a múltkor nem tudom, valamelyik újság fölhívott, tök mindegy, nem mondok ugye újságot, a, éppen a női szerepről, hogy a nők hmm. mennyire nem elégedettek, hogy mit tudom én, kövérebbek egy kicsit az átlagnál, akkor jön a kisebbségéhez Hát én kövérebb vagyok az átlagnál. És mondom, nem mondom hogy nem ezen, ezen múl, de nem ezen múlik. Nem ezen múlik. Tehát Abszolút ugye, nem. amit szintén már beszéltünk a nőknél, hogy, hogy ránéz a férfi, és azt hogy na ezt a csajt elvinné maga majd hétre, amit tudom én, a lakatlan szigetre. Tehát, hogy a kisugárzást mit ad? Uh -huh. De hogyha nincs benne az, hogy, hogy a kacérság mellett ott van azért a a fékezés lehetősége, vagy a távolodás lehetősége, hát akkor ott van ugye a, a, a pasiba, hogy basszus, ezt a nőt meg akarom szerezni. Uh -huh. Uh -huh. Mert nem csak a kisugárzás, hanem az is, hogy nem rögtön ledobja magát a pasi lába. Tehát illan. akkor, hogyha egy férfinél az van, hogy lent van a libido, akkor nagy valószínűséggel azt lehet ö, kimondani, hogy csupa olyan helyzetben van benne, ahol nem tudja megélni azt a férfi hódítói lehetőséget? Hát ez is benne van, ugye, és a másik, amit mondtunk, ugye egyrészt a nő túl odaadó, uh -huh. vagy túl alárendelődésre hajlamos, uh -huh. a másik pedig az, hogy hogy hárít. Tehát uh -huh. ugye ez a két véglet. De a férfi libidója az akkor tulajdonképpen az minden esetben a nők miatt nem működik? Hát, hogyha a libidóról beszélünk, akkor legtöbbször az van, vagy pedig az lehet, hogy valami kudarcos szerelmi együttlét történt, és az kettejük között, bármikor. Tök mindegy, hogy melyik évében a, a házasságnak, vagy a kapcsolatnak, hanem valahol volt egy elakadás, egy Kudarc élmény, egy negatív élmény, és ez a negatív élmény akkor, amikor rá akar mozdulni a akkor szexuális életre, Aha. akkor az bezavar, ugye beszéltünk Freudnál, hogy nem nem tudja a tudat fölülütni az ösztönszférát. Jó, tehát akkor annál a férfinél, ahol mondjuk a libido probléma az valamilyen ilyen jellegű dologra vezethető vissza, akkor ott egyértelműen a terápián keresztül lehet ezt rendezni, és hát elkezdeni igaz, Meg, meg kell tanítani, ugye, de nem csak a férfit, legkevésbé a férfit, hanem a nőt kell valahogyan kicsit megdolgozni abban, hogy itt nem arról szól a dolog, hogy időnként, szombatonként összejövünk, és akkor dugunk egyet, és az is rossz hatása van például a libidóra, hogyha ez hogyha le, van, le, van, le van szervezve, hogy jó, most a héten nem érünk rá, mert sokat dolgunk, de akkor szombat este nyolckor összejövünk ágyilag. Igen, a Sex and van egy nagyon aranyos jelenet, hogy a Miranda, ugye, aki az ügyvédnő volt, amikor a karrierje beindul, és ott van neki ez az aranyos Steve, akit hát egy, egy közel sem egy olyan intellektus, mint ő, de ugye csinálja ezt a menhettemben ezt a bárt, és akkor hát nagyon szeretne ugye este a mirandával dugni, és a csaj az hullára készen van, és teljesen a karrierre van rá, gyógyulva, és akkor azt elkezd és simogatni, és próbál tényleg szépen az ívet, ahogy te mondtad, megadni, és akkor a csaj már kezd teljesen kiborulni, és mondja, hogy hogy de gyere már ide, és egy kicsit, és mondja, hogy jó, de ez most még meddig fog tartani? De mi? Fél órán? Egyven perc? És mondja neki, hogy de ne szórakozz már, hát azt mondja, hát így nem lehet, azt mondja, de nekem nincs időm, tehát nekem most tudni kell, hogy mi az az időkeret, amin belül. Na hát onnantól ez a pasinak persze hát, elmegy minden, minden fajta ingerencel, és nem lesz az egészből semmi. Tehát ezt csak erre mondtam, igen, hogy, hogy mik ezek hát a... hogy ez a megtervezett, vagy megszervezett. Mert az megint más, hogyha elmegyünk egy elegáns étterembe, meg valami, de nem úgy, hogy most akkor mikor fogunk dugni. Uh -huh. Mikor fogunk dugni, az ugye egy kicsit olyan kiábrándító. Hát igen. A lipidó az el tud úgy veszni, hogy soha többet ne jöjjön vissza? Hát ha eljön szakember, az akkor nem. Oké. Okay. Akkor menjünk a következő témára. Be, de ha van még bármi, amit a libidóval kapcsolatban úgy érzed, hogy fontos lenne így ö, körbejárnunk, mert végül is azt ezt megbeszéltük, hogy vagy, vagy lelki oka van, vagy a nő, aki benne van a kapcsolatban, az rájátszik arra, és ez nyomja le folyamatosan. Vagy volt valami kudarc, vagy akkor volt valami kudarc, igen, tudattal, tudattal akarnia. Akarnia, igen. Pótolni a dolgokat. Igen, tehát akkor van a libidó. akkor ami, ugye akkor a magamlés volt a második, amit ugye említettél, Ugye ez egy, ez egy komplexebb probléma, úgy érzem, mert szerintem sok férfi van, aki akivel ö, ö, együtt él. De ugye legalább mennyire problémás, mondjuk a családtervezés miatt is. Ugye ez a kérdés, mert ugye mondtad, hogy ha hát, a spermiumok nem találják meg az utat ugye, a petesejtekhez, akkor nem lesz kis baba. Igen. Ö, itt, ezt is foglaljuk akkor össze, hogy hogy honnan indul ez, mi az oka. A korai magömlésnek lehet az eredendője az, hogy az első szexuális élmény az többnyire. Ugye a anamnézisek véghallgatása során ez kiderül. Általában az ugye, miután ez egy szokatlan, nem, nem igazából irányítható szerelmi történet, Ilyenkor többnyire korai magömlés van az első szexnél. Uh -huh. Egy fiúnál, ugye, az a kis, hogy mikor indul el a téma, de ott erőfordulhat. Na most, hogyha megfelelő intelligenciája van, és azt mondja, hogy ez pff, evidens, mert ugye most vagyok az első ilyen helyzetben, vagy ha ugye a csaj egy kicsit tapasztaltabb, vagy segítőkészebb, és tud egy picit segíteni abban, hogy le tudja fékezni a fiúnak a Uh -huh. szárnyalását, akkor ez nem következik be, de ez előfordulhat. Na most, hogyha ez előfordult ott, akkor, és az élete során egyszer-kétszer még előfordul, mert túlságosan oda fókuszál, tehát valahol beragad ez az élmény, Igen. hogy annak idején a kezdet kezdetén nem jött össze úgy, nem nem jött... Jött össze úgy tehát nem tudtam irányítani uh -huh. a péniszemet úgy, ahogy szerettem volna, az előjöhet. Uh -huh. Tehát bejön, ezt szoktam azt a kifejezés azt mondani, hogy kulcs inger. Tehát, hogy tudom, hogy most ott tartok, hogy előbb-utóbb jön a magömlés akaraton kívül. Vagy ugye, amiről, amire utaltunk az előbb, hogy a nőnek hosszabb időtartam szükségeltetik Mondjuk ahhoz, hogy... ahhoz, hogy az orvos most ez eljusson. Igen. És nagyon édes dolog, hát édes, hát a fiútak nem annyira, de az, hogy hogy ha ilyen probléma van, akkor ez törvényszerűen minden férfi megpróbálja megmagyarázni, hogy hogy lecsökkenti a, 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 az előjátékot, a pettinget, hogy nyerjen valamit a, az aktusban. És megmagyarázom nekik, a kettőnek semmit semmi, nem fog, semmi, semmit nem fog semmi nyerni. Semmi köze igen, nincsen. Igen. De valahogy ugye a fiúknak a racionális gondolkodásában ez benne van, hogyha az előjáték eddig mondjuk 15 perc volt, jó, 10 perc volt, akkor ha azt lecsökkentem 5 percre, akkor az az 5 percet át tudom vinni az aktussal. De ez nem igaz. Ez uh -huh. nem így van. Uh -huh. Uh -huh. Tehát ugye az van, hogy, hogy nem tudja irányítani, nem tudja befolyásolni, nem tudja megváltoztatni a, a pénisz merev állapotának az időintervallumát. Uh -huh. És ez piszokul zavaró egy férfi számára. Uh -huh. Lehet sok mindent csinálni, de hát igazából azt lehet, hogy a férfi saját maga kondicionálja, beépíti a feltételes reflexet a tudata nélkül. Azt meg lehet oldani, de igazából a különböző próbálkozások azért nem igazából tudnak összejönni. Uh -huh. Ugye lehet az, hogy spontán szex legyen, és akkor hát ha jobban tud uh -huh. sikerülni, meg hát ugye ott van a megfelelni akarás, hogy biztosítsam a partneremnek, hogy ő is el tud jutni arra a szintre, amit én szeretnék. Ugye, sokan beszélnek arról, hogy közös kielégülés, és közös orgazmus, vagy egyszerre történő orgazmus, de azért nagyon ritka. Uh -huh. Na most azt akarom mondani, hogy mondtál egy olyan: ugye, ami fontos szerintem, hogy ugye a Mondjuk az első olyan élmény, ami valakinek, hogy korai magamlése van, az mondjuk serdülőkor, vagy amikor így az első szexuális Igen. Igen, és így ez, ez minden szempontból az első szexuális élmény, az egy nagyon meghatározó dolog. Tehát, hogy az milyen. Gondolom, legalábbis. De most, hogyha például egy ilyen helyzet van, akkor például a csaj az tud segíteni neki abban, hogy ez ne egy abszolút kudarc élményként ragadjon be. Mármint az első együttlét? Igen, igen. igen. Az első együttlét az mindenképpen csoda. Oké. Okay. Tehát okay. Az ugye egy olyasmi, hogy egyrészt részt fogva már megérdemlem, hogy dugjak egyet. Most egy kicsit vulgárisan fogalmazom a dolgokat. Uh -huh. Tehát igazából nem éli meg kudarcként. Okay. A csaj nem is, hogy tud neki segíteni, mert lehet, hogy a csaj se tapasztalt. Uh -huh. Meg mit tud segíteni, nem tud mit csinálni. Uh -huh. Tehát azt csak ugye mondtam, hogy ott ilyen előfordulhat, de az még nem kóros. Okay. De hogyha a későbbiek során valami megtörténik, és akkor bevillan a, az első szexélmény, de azt el is mondják a fiúk, uh -huh. akkor az betöltheti azt a szerepet, a negatív szerepet, hogy hogy ott kulcsingerként funkcionál az egész, és akkor uh -huh. nem tud úgy, úgy működni, ahogy kellene. És ugye a tudatnak az ott léte, az megöli a, a már a még működő valami normális szintű uh -huh. időintervallumot, mert ugye a feladatorientáció vagy teljesítményorientáció uh -huh. uh -huh. az blokkol. Uh -huh. Mert odafigyelek ezerrel, és a pénisz érzi, hogy hogy neki valamit tennie kell, de hát azt mondja, hogy nem érdekel engem, bedobom a török között, nem érdekel, Óriási. nem számít. Tessék, óriási mondom hát ez, ahogy ezt Ez tényleg így van. Uh -huh. És ugye, hogy. És ezt el is magyarázom a fiúnak. Hogy és akkor az, van, hogy igazából az a lényeg, hogy adja át magát? Az a lényeg, hogy kapcsolja ki a tudatot. Uh -huh. Uh -huh. Na uh -huh. most ugye a tudat kikapcsolása az nem azt, nem azt jelenti, hogy bepiálunk, vagy nem azt jelenti, hogy uh -huh. bekábítózunk, hanem arról szól a dolog. És ehhez is kapnak anyagot, hogy kapnak olyan. Erotikus, finom, bájos könyveket, ami nem pornó, ami nem a nemiségről szól, hanem a fantáziát tudja uh -huh. valahogyan kiszínesíteni. És akkor a fantáziát bevisszük ide, és kiszorítjuk a, a tudati odafigyelés vagy feladatorientációt. Uh -huh nem tudom, hogy érthető. A fantáziát beviszük a fejbe. Most úgy ezzel mondom, csak hogy aki audióba hallgat, az érezet. Igen, igen visz, szóval, igen. Hogy, 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 kiszorítjuk, mint az óvodás korban a óvodáskorban uh a -huh. hat szék meg hét gyerek, és hogy kimarad uh -huh. szék nélkül. A magamlésnél, tehát, vagy a korai magamlésnél, tehát, hogyha ez nem egy szervi ok miatt történik, akkor azt mondod, hogy ezekkel a módszerekkel ezt szépen el lehet kezdeni rendbe rakni. Nem, nem szépen el lehet, rendbe tesszük. Rendbe tesszük, oké. Okay. Tehát ez megoldható, okay. nagyon szépen. Ugye, hogy, ahogy az előbb ezt említettük, hogy átveszi az irányítást a pénisze fölött a, a pasi, uh -huh. Mert most a pénisz dirigál. Uh -huh. Uh -huh. Tehát ő azt mondja, hogy most nincs kedvem. Uh -huh. És akkor ehhez megvannak a megfelelő módszerek, amivel meg tudja tanulni, hogy hogyan és mi módon tudja késleltetni. Hát ez a feltételes reflex, uh -huh. ami szintén, összefűz, összefüggésben van a tudattal, de mégsem a tudat irányítja, meg az akarat. A harmadik ö, ö, téma, amit ö, említettél, ez a merevedési problémák voltak. Ö, hát én nem tudom, de úgy szerintem a pasik, hogyha egymás között így, Egymást akarják, ugye, cukolni. Szóval szerintem ez egy folyamatosan visszatérő téma, ez a kinek hogy áll fel, meg mennyire áll fel, meg stb. Szóval valószínűleg a férfeknek ez az egyik legérzékenyebb téma, nem? Hogy, az biztos. Ugye? tehát, hogy ez a merevedési probléma, és hát, hogyha nem áll fel, akkor ugye nyilvánvalóan azért ebből problémák adódnak. Sok, nem tudom, szakkönyvben, meg amiket ugye az ember úgy olvas ebben a témában, nagyon sok helyen azt lehet olvasni, hogy ennek egyértelműen lelki okai vannak. Nyilván lehet egy olyan baleset, vagy egy olyan sérülés, ami ezt az idegrendszeri állapotot hozza létre. De mik ezek a lelki problémák, és hát az önértékelés, meg a bizonyítási vágy, meg ezek a megfelelési dolgok, ezek azért a, a merevedési problémáknál nyilván ott vannak, de Inkább neked adnám át a szót ezzel kapcsolatban. Igen, ugye ahogy az előbb beszéltünk róla, ezek eredetűek, ezek a merevedési dolgok. Ugye ez lehet abból, hogy önértékelési probléma. Tehát férfiként azt éli meg, hogy fasorba sincs, méretileg például. Tehát ugye fiúknál előfordul, hogy együtt zuhanyoznak meg, meg tudom, edzés után, lemenek tisztálkodni, és ott össze tudja magát hasonlítani a másikkal. Tehát lehet ez is egy ok, hogy, hogy úgy érzi, hogy a pénisz mérete miatt ő nem lesz soha tökéletes szerető. Uh -huh. Bár ugye azt szoktuk mondani, amiben van igazság, de azért nem egészen igaz, hogy a méret az nem olyan jelentőség teljes. De mégis azt mondjuk, hogy igen. Miért mondjuk az, hogy nem annyira? Hát azért, mert nem csak szexuális aktus van egy nő és egy férfi kapcsolatban, hanem azért van minden más finom intimitás, amit lehet alkalmazni és lehet működtetni. És a kisebb pénisz, ha ott tart a, az együttlét, hogy minden tökéletesen zajlik, megvan az érzelem, megvan az előjáték, megvan a petting, megvan a, az érzékiség és a mindenféle finom érzéki fókuszálás, akkor már a befejező mozzanatban nincs akkora jelentősége. Meg mm -hmm. ugye erről majd fogunk beszélni a nőknél, de hát a nőknek a, hát nem mondjak kicsit, de nagyot se, hát olyan 50 a azért csiklóhoz. Uh -huh. orientálódik a Ilyesem, kielégülés. a, Aha. Igen, a, hü a És ott, kielégülés. ott van ugye elsősorban méretnek. Hát e igen, és ott igazából ugye igen. ott a kéz a fiúnak, ott a nyelve, ott, igen. Van, a, ott van minden a, az aktus közben, is tudja ugye stimulálni a csiklót. Tehát akkora jelentősége nincsen, de mégis azért a kisebbségi érzés a férfinak megvan, és talán nem annyira motivált arra, hogy szexeljenek, hanem egy picit átviszi a lelki a kapcsolatot. Tehát gügyök, kedveskedik, udvariaskodik, virágot visz, elviszi ide vagy oda, tehát próbálja valahogyan kompenzálni, uh -huh. de ez akkor is ott van. Pláne ugye akkor tudjuk, hogy a kámaszutrában le van írva a különböző méretek nőnél, férfinál. Ugye, hogyha kicsi a férfinak a pénisze a nőnek, meg ugye elefánt méretű a, a vaginája, akkor bizony nem jó de az se jó, hogyha a férfinak van egy, mit tudom én, egy 35 centis farka, a nőnek meg egy ilyen nagyon-nagyon pici kislány hüveje, akkor az szintén nem olyan jó. Tehát ez befolyásolhatja. Befolyásolhatja az, hogyha a nőt nem látja kielégülni, vagy érzi, hogy nem tud a nőnek olyan szintű élményt okozni, vagy hozni, amilyet a nő szeretné mert akkor valahogy mindig sikertelenül száll ki az intimitásból, és akkor saját magára vetíti a negatív élménynek a bekövetkeztét, és ezt nem tudja javítani, mert ugye arra felé tendál a gondolkodása, hogy a pénisz mérete ebben segít, vagy nem segít. Problémát jelenthet a túl sok maszturbáció. Aha. Túl sok. Bocsánat, még mielőtt a, maszt, a túl sok masztok rátérnénk, letérnénk, egy triviális kérdésem van. Állandóan belebotlik az ember mindig ilyen pénisz növelő hirdetésekbe. Uh -huh. Lehet növelni a hímvesző méretét? Hát azt mondják, hogy igen. De nem tudjuk mert olyan még nem volt, hogy valaki eljött terápiára, és akkor azt mondta, hogy fölhívom az XY-t, vagy megkeresem az XY-t. Lehet beültetni? Lehet. Protézis beültetés van. Ezt azt tudom, az régóta van az urológusoknál a urológusok nála klinikákon, tehát csinálnak protézis beültetést, de az többnyire inkább akkor, hogyha valami ott valami daganat vagy bármiféle dologot bezavarja a pénisznek a normális működését, akkor szokták, de olyan is van, hogy meg, megnövekedtetik, de ilyen mindenféle varázslatokkal nem, nem, lehet változtatni rajta, tehát ez egy szerv, szerv amit, ami nem olyan, hogy beveszek három, mit tudom én, kalmopirinhez hasonló tablettát, és akkor 20 centit fog nőni a farkam inkább akkor más kell növelni, mondjuk az önbizalmunkat, meg a hát igen. az önértékelésünket. Meg hát ugye, hogy, hogy nagyon kreatív az a szexualitás, vagy intimitás. Tehát ott mindent, mindent be lehet dobni, meg mindent lehet csinálni ahhoz, hogy az jó legyen, vagy működőképes legyen, vagy ahogy mondtam az előbb, a befejező mozzanatnál már nincs akkora jelentősége annak, hogyha ha te végig csinálod és a, a libido és az izgalmi állapot az tökéletesen működik, akkor az már az utolsó akkord, hát a, a maga a szexuális aktus és a kielégülés az már nem három napig tart, hanem az már a, az akkordnak az utolsó hang, hangja. Uh -huh. És akkor most térjünk arra a túlzott masturbációra, amit mondtál, hogy ez is egy nagyon komoly előidézője a merevedési zavaroknak. Hát igen, mert ugye a, a, a terápiában sok mindent csinálunk. Ugye én nem tiltom, és én nem negatívan értékelem, vagy értelmezem a maszturbációt. Csak ugye arra kell gondolni mindenkinek, hogy a maszturbációt egy férfi kész csinálja. Uh -huh és a férfi készhez hozzászokott serdülőkor óta. És azt a begyakorlott mozdulatot, amit a férfi kéz tud csinálni, azt a csajkéz nem tudja csinálni, vagy a csajnak a szája se tudja csinálni. Tehát lehetséges, hogy az, amit ő saját magának elő tudott idézni, Marok Mária kapcsán, azt a szexuális együttlétben nem tudja megkapni. Sőt, hát az alapján, amit mondasz, szinte biztos, hogy nem tudja megkapni. Biztos, hogy nem igen. Csinál, igen. igen, igen. Tehát amikor ugye a gyakorlatokat megkapja a fiú, hogy mit csináljon és hogy csináljon, akkor nem ezt a masturbációt csináljuk, amikor a terápiás programok mennek, hanem azt a finom lájtosat, amit a nő is tud csinálni, amit a női ajak is tud csinálni. Tehát valahogyan azt úgy kell megcsinálni, hogy a férfit válasszuk le, jó, megengedjük, tehát én nem tiltom, és nem is fogadom el, hogy sok csaj féltékeny arra, hogy a férfi időnként kimegy a fürdőszobába és masturbál egyet, mert megteheti. Tehát az nem fogja rontani a szexuális életüknek a tökéletes harmóniáját, hogyha időnként saját kedvére, saját kedvéből eredően csinál egy önkielégítést vagy marokmáriát. De akkor kvázi az van, hogy hogy ez a fajta túlzott, a technika a lényeg. Uh -huh. Értem, tehát, hogy hogy a túlzott masturbáció nem, nem segít gyakorlatilag a, a, a. Hát igen, de hogyha a férfi nagy étvágyó, tehát, hogy neki kell naponta egy szexuális együttlét a szerelmével, partnerével, uh -huh. és mellette még, mit tudom, hetente kétszer masturbál, ez bocsánatos bűnnek Oké, oké, oké. Tehát, hogy nem, nem biztos, hogy jót teszünk akkor, hogyha ezt letiltjuk a, a, a női panasz okán. Mert uh -huh, uh -huh. ugye ezt a nők nem szokták szeretni, hogyha tudják, hogy amúgy a fürdőszobában is van egy csaj, ha Marok Mária is, de akkor is van valaki. Nem én vagyok, Ak ugye? A rossz, hogy nem én akiből, vagyok. Nem én vagyok, igen. Uh -huh. Lehet, hogy ő nem megy bele, vagy hárítja a szexet, de azt, azt sem akarja, hogy azért a a pasia jól érezze magát szexuálisan. Igen, na most tehát még visszatérve még itt a, 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 a merevedésnél, ugye, hogy, tehát, hogy azért a lelkiség is, tehát hogy nagyon sok férfinál azért, azért lehet azt is látni, hogy, 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 hogy kudarc kerülő, vagy, vagy esetleg érzelmileg nem, nem, nem tud úgy feloldódni egy helyzetben, akkor gondolom ezek ugyanúgy szerepet játszanak De abban. Hát olyan hogy... a női viselkedés, hát ugye minden a nőből ered. Uh -huh. Tehát, hogyha a nő úgy viselkedik, vagy, vagy, vagy oda dob egy kritikát, uh -huh. ami nem éppen a legkulturáltabb, és nem a legshakespeare nyelve mondja, akkor azért a férfi meghal. Uh -huh. Jó, nem szó szerint, de hát képletesen mondjuk. Uh -huh. Tehát akkor ugye rögtön magában keresi a, az okokat, és akkor azt mondja, biztos, hogy nem csináltam jól, vagy valamit rosszul tettem, vagy nem a feleségem, partnerem kedvére tettem, és akkor ettől ugye jön megint, amit már említettünk az előbb, a kulcsinger. Uh -huh. Hogy akkor ne indulunk egy bizonyos helyhez, ahol jön a negatív élmény, jön a tudati kontroll, a feladatorientáció, a teljesítményorientáció, uh -huh. és basszus blokk megint. Uh -huh. Uh -huh. Tehát idő előtt történhet valami, amire nem számít. Esetleg a behatolás előtt már megtörténhet. Uh -huh. És ugye ezeknek a problémáknak az a feneségük, hogy hogy minél többször előfordul, annál rosszabb Annál rosszabb, igen. Igen, igen, azért, igen. Azért kell a sikerorientációt célul vennünk, vagy segítségül hívnunk, hogy akkor fog sikerülni, hogyha ez lazán, könnyedén és jól megy. És itt megint ugye tudom mondani a fantáziát. Uh -huh. Mert a fantázia az sajnos szegényes. Egyrészt azért, mert nem hallgatnak mesét, nem olvasnak könyveket, tehát valahogyan a... Ugye mindent készen kapunk. De ez most egy nagyon fontos dolog, mert ugye most beszélgetünk kvázi szexuális zavarokról, mik a férfiak vonatkozásában, de, és örülök, hogy most ez így szóba került, hogy ö, hi, akkor szóval sekkélyesnek, úgy érzem, hogy ilyen sekkélyesnek, meg ilyen hiányosnak látod a fantáziavilágot, ami ugye most nagyon. rátelepszik a mai társadalomra, és tulajdonképpen akkor az is lehet, hogy hogy a fantázia világnak az ilyen erőteljes hiánya a szexualitásban, az Szeretett rettenetesen játszik. erősen ö, negatívan ö, befolyásolja a lehetőségeinket. Hát ugye, aki műveltebb és könyveket olvasott, vagy olvas, uh -huh. azt tudja, hogy mennyivel más az, a, az az élmény, amit a könyv ad nekem, uh -huh. mint amit készen kapunk. Csak ugye ebben a modern világban minden készen adva van. És akkor nem fordítanak rá, meg ugye roha mindenki, nem fordítanak arra figyelmet, hogy a fanta. Tehát mondok egy egy abszolút közismert írónak egy könyvét, és néz rá, mint aki, nem tudom én, kínál. Amikor elmegy hozzád valaki. Tehát amikor mondok egy példát, vagy vagy utalok valamire, hogy nem nem tudják. Hogy, hogy, hogy az, amit olvasnak, az, az egy titokzatos, gyönyörű világ. Uh -huh. És ugye rászoktatom őket, ha szex témájú, mondom, ez nem pornó, szex témájú irodalommal, amit cukik, édesek, pikánsak, hogyha azt odaadom nekik, mármint nem én adom, hanem letöltik, mert uh -huh. ezeket már nem kaphatóak, akkor egy kicsit elindul a fantázia. Mert a fantázia kell. Uh -huh. Tehát, hogy el tudjon indulni, be tudja indítani, segítségül tudja venni, be tudja építeni az álmaiba, hogy használni tudja az álmok révén a reggeli merevedésnél. Tehát nagyon-nagyon sok minden hatása van, de hogyha nem fogunk olvasni, tudod, a bradbury a híres könyve a a Fahrenheit 451, azt hiszem, vagy 452, a, elégetik a könyveket, meg ilyesmi. Ha nem tudom, hogy miről szól egy könyv, vagy vagy mit rejt nekem, vagy mit ad nekem, akkor nem olvasom. És akkor nincs fantázia. Tehát akkor a fantázia világunknak a, a, a a felélénkítésével, azzal, hogy ez egy kicsit elkezdünk ezen dolgozni. Most nem magamról beszélek, mert hála Istennek nekem elég éles a fantáziám. De Neked hogy, elég, de, kulturált a műveltség. De, 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 igen. Hogy, de hogy látom azt egyébként, hogy, hogy, hogy nagyon sok téren ez egy visszaköszönő probléma, nem csak a szexualitásban. Hát hogy ne. És, és hogyha tényleg a szexualitásról beszélünk, és az elakadásokról beszélünk, akkor meg Fontos megérteni azt, hogy, hogy annélkül, hogy az emberi fantáziánkat hagynánk szárnyalni, és ezt kielégítenénk azzal, hogy olvasunk, hogy, hogy filmeket nézzünk, hogy zenét hallgatunk, hogy egy csomó mindennel ö, ö, szépen rakosgatjuk magunkat tele, ö, nem tud az ember működni. tehát hogy, És ha nem tud az ember működni, akkor a szex sem tud működni. Ez akkor ez egy fontos üzenet, hogy erre, erre érdemes azért odafigyelni. Igen, szóval igen. a fantázi, az kell, mert ugye aki olvas, vagy aki akinek van egy kedvenc, mondjuk regénye, és azt megnézi filmben, uh -huh. hát köszönő viszonyban sincsenek. Hát Ridka, nehéz, Ridka, ritka, nagyon ritka. Nagyon ritka. Igen, igen. Amire azt mondja az ember, hogy egészen megközelítette a, a regényt uh -huh. a film. De mondjuk azért uh -huh. általában, ugye nem arról szól, hanem inkább az, hogy a Hát nem tudom, a reg, regény az valami csodát ad. Igen. És beragaszt a filmet, meg megnézed, aztán nézed a következő műsort a tévében, nem? Hát más, egész más az élmény, és egész más a... a és erre a, látni tudom a, a, a fiúkat, munka, hogy ami... olvasanak, ha egyelőre egy szexirodalmat is, de mondom, ez nem, ez nem olyan szexirodalom, mint a pornó. Uh -huh. ez, ezek történetek, regények, uh -huh. csak ugye van benne, vannak benne nagyon cuki, Hát fura szexre cukit mondani, de cuki erotikus jelenetek zabálni valóak. Szóval Na most azt gondolkodtam, hogy most elég sok idő eltelt, hogy lehet, hogy mégis lezárnánk ezt a mai adást jó. ezzel, és szerintem ez egy nagyon jó zárás tud lenni az, hogy a fantáziavilágot kihangsúlyoztuk, hogy hogy urak, hölgyek, ez nagyon komolyan illet, illendő venni, azt, hogy ez egy rendkívül fontos témakör Igen, a fantáziavilág mert hát én emlékszem arra, hogy amikor például az online ismerkedésről csináltuk a műsorunkat, ott is behoztad ezt a témát, hogy könyörgöm, valaki meg akar ismerkedni egy másik emberrel, hát szóval érted, én, én egy, egy, egy dögunalmas palival, én nem fog ücsörögni, érted, és hanem, hogy az jó, hogyha minél színesebb dolgokról tudunk beszélgetni, de azért ahhoz lényeges, hogy legyen egy olyan világunk, ami színesít. Úgyhogy akkor most abban maradunk, hogy a második részben fogjuk folytatni akkor majd az asszexualitás, Casanova, okay. Don Juan szindrómákkal, mert hát az a helyzet, drága urak, hogy még bőven vannak olyan zavarok, amiket érdemes mindenképpen végigbeszélnünk, átbeszélni, úgyhogy köszönöm szépen akkor Luszeditnek, és folytatjuk a második résszel hamarosan. Okay.